Derek Prince, dicsőség a szégyenért cserébe. Idézzük azt az igét, ami az Ézsaiás könyve 53. fejezet 5. részében van. Az ősebbeivel meggyógyultunk. Ahogy ez igaz a fizikai területen, épp úgy igaz az érzelmek világában is. Az érzelmi sebek és sérülések skálája köztudomásulag igen széles, de a kereszt mindegyikre megszerezte a gyógyulást. Mégis, talán a szégyen és az elvetettség az a két leggyakoribb és legmélyebb érzelmi seb, ami az emberiséget gyötri. Először foglalkozzunk a szégyennel. Vajon mi a szégyen ellentéte? Nyilván a dicsőség. A kereszten Jézus elszenvedte a szégyen érzelmi sebét abból a célból, hogy mi meggyógyulhassunk belőle. Jézus elszenvedte szégyenünket, hogy cserébe mi az ő dicsőségéből részesülhessünk. Ebben a fejezetben a keresztre feszítés szégyenét szeretném behatóbb vizsgálat alá vetni, és foglalkozunk majd néhány olyan okkal is, amelyek a modern ember esetében szégyent idéznek elő. Végezetül arra is rá fogunk térni, hogyan találhatjuk meg a gyógyulás útját. Úgy érzem, mindennél nagyobb kiváltság volt számomra a szolgálatom során, amikor annak lehettem tanúja, hogy emberek a szégyen és az elutasítottság sebeiből meggyógyulnak. Az isteni gyógymód nem merül ki puszta teóriákban vagy teológiában. Ez a gyógymód működik. Hiszem, hogy aki magáévá teszi azt az alapelvet, hogy Jézus helyettesítő áldozata biztosítja számunkra a gyógyulást, az képes át is venni a számára megszerzett gyógyulását. Akik pedig az ige hirdetés vagy a tanácsadás szolgálatában állnak, azoknak abban a kiváltságban lehet részük, hogy másokat belevezethetnek a gyógyulásba. Sok évi szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy a szégyen Isten népének az első számú érzelmi problémái között szerepel. Ráadásul a hívők még azt is szégyellik, hogy mások tudomására hozzák ezt a problémájukat. Ebben az értelemben a szégyen egy nagyon kegyetlen börtönbe zárja be az embert. Ebben a témában a kiinduló igénk a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 10. verse lesz, ami így hangzik: az illett ő hozzá, avagy az Atyaistenhez, akiért van minden, és aki által van minden, hogy amikor sok fiat, azaz minket mindennyiunkat vezet be a dicsőségbe, üdvösségük vezérét, azaz Jézust, szenvedések által tegye tökéletessé. Isten hozzájárulását adta ahhoz, hogy Jézus átélje mindazokat a szenvedéseket, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy mi beléphessünk az ő teljességébe. Figyeljük meg, mi volt ezzel Isten célja. Az, hogy sok fiat vezessen be a dicsőségbe. Aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten gyermeke, és egyúttal szinte kikerülhetetlenül halad
a dicsőség felé. A kereszten Jézus eltűrte szégyenünket, hogy beléphessünk az ő dicsőségébe. A zsidókhoz írt levél 12. rész 2. fejezete ugyancsak azt a témát veszi elő, hogy Krisztus elszenvedte a mi szégyenünket. Azt a bátorítást találjuk benne, hogy nézzünk Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére, avagy hitünk kezdeményezőjére és tökéletesítőjére, aki az eléje tárt öröm érdekében elszenvedte a keresztet, megvetve a szégyent, és helyet foglalt az atya trónjának jobbján. A kereszten Jézusnak szégyent kellett elszenvednie. Olyan szégyent, amelyet mi aligha tudunk elképzelni. Mégsem hagyta, hogy ez eltérítse a kitűzött céltól. Gondolataiban az eléje tárt örömre összpontosított, és a világon semmi nem volt, ami céljától eltántoríthatta volna. Hogy mi volt ez az eléje tárt öröm? Az, hogy sok fiat vezethet be a dicsőségbe. Azért, hogy téged is engem és sok millió hozzánk hasonló embert bevezethessen a dicsőségbe, vállalta, hogy elszenvedi a kereszt szégyenét. A keresztre feszítés szégyene. Sok évvel ezelőtt első feleségemmel együtt több dologban is segítségére voltunk két zsidó hölgynek, akik a Szovjetunióból menekültek el. Meglehetősen sok fáradtságunkba és veszettségünkbe került azonban ez a segítség. Egy nap épp javában zúgolódtam magamban, miközben egy forró délelőttön szuszogva igyekeztem fölfelé egy hajfejű utca meredek kaptatóján. És nagyon sajnáltam magamat, hogy mennyi mindent kell elszenvednem, amiatt a két hölgy miatt. Egyébként rendkívül hálásak voltak a segítségünkért. Egyszer csak Isten a Timóteushoz írt levél 2. fejezetének 10. versét helyezte a szívemre. Ami így hangzik, mindent elszenvedek a választottakért, avagy Isten kiválasztottaiért, hogy ők is elnyerhessék az üdvösséget, amely Krisztus Jézusban van, örök dicsőséggel együtt. Ekkor rádöbbentem, hogy nekem tulajdonképpen csupán egy nagyon kicsi kényelmetlenséget kellett elszenvednem, olyasmit, ami még csak nem is hasonlítható ahhoz, amit Jézus szenvedett el a kereszten. És rögtön nagyon elresteltem magam. Nincs még egy halálnem, amely olyan megszégyenítő volna, mint a keresztre feszítés. Az ókorban ez számított a legrosszabb büntetésnek, és csak a legaljasabb bűnözők esetében alkalmazták. Jézust minden ruhájától megfosztották, és ott kellett függnie mesztelenül minden ember szeme láttára. Az arra járók csúfolták. Amit akkor neki el kellett szenvednie, azt egyetlen szóval így adhatnánk vissza: szégyen. Krisztus azért viselte el a szégyent, mert tudta, hogy ezen keresztül vezet be minket a dicsőségbe. Az Új Testamentum szövege alig árul el valamit arról, hogy mi mindent kellett Jézusnak a kereszten átélnie. Úgy is mondhatnánk, hogy az evangéliumok hihetetlenül tömören fogalmaznak. Ennél tömörebben már nem is lehetne. Minden érzelmi felhang nélkül
A négy evangéliumból ennyit tudunk meg csupán, megfeszítették. Ezzel szemben az Ótestamentum, zsoltárosai és prófétái csodálatos kijelentéseket tárnak elénk arról, mi ment végbe ez alatt Jézusban. Az engesztelés nagyszerű fejezetéhez, az Ézsaiás könyve 53-hoz visszatérve, most kimondottan azt vizsgáljuk meg, hogyan jelentkezett a szégyen Jézus szenvedései közepette. Az emberek megvetik és elutasítják, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mi pedig elrejtettük arcunkat előle, megvetett volt, és mi nem becsültük meg. Én ezt úgy értem, hogy az emberek azért fordították el a tekintetüket őróla, mert a látvány annyira borzalmas volt. Az előző versben megtudjuk, hogy a kereszten Jézusnak nem volt sem formája, sem kellemessége. Teljesen elveszítette tehát emberi formáját. Minden sebével, zúzódásával és fölfakadt kelésével együtt ott volt kitéve közszemlére mindazok számára, akik gyűlölték. Azok számára, akik a keresztre feszítését előidézték. És mindenki előtt, aki akárcsak véletlenül is arra járt. A 69. zsoltár az egyik legcsodálatosabb a messiási zsoltárok közül, amelynek sorai nem csupán Dávidra, a szövegszerzőjére és leírójára vonatkoznak, hanem egyúttal magára a messiásra is. A 8. vers így szól. Te érted viselem el a gyalázatot, szégyen borította el az arcomat. Tehát ez alapján már egy kicsit jobban értjük, mit kellett Jézusnak a kereszten eltűrnie. Felfigyeltél-e már arra, hogy azok az emberek, akiket szégyen gyötör, nehezen néznek az ember szemébe? Itt is arról olvasunk, hogy szégyen takart el a szenvedő szolga arcát. A 2. és 3. versben további képet nyerhetünk ugyanerről a jelenetről. Szabadíts meg, ó Istenem! Hiszen a vizek feljöttek a lelkemig. Mély sárba süppedek, ahol lábamat nem tudom megvetni. Jézus egyedül és teljesen magára hagyatva egyre lejjebb és lejjebb süppett a világ bűneinek iszapos fertőjébe. Ugyanennek a 69. zsoltárnak négy további versét az Új Testamentum szövege egyértelműen Jézusra alkalmazza. Először is az 5. verset maga Jézus idézte önmagával kapcsolatosan. Lásd János evangéliuma 15. fejezet 25. verse, akik ok nélkül gyűlölnek engem, többen vannak, mint a fejem hajszálai. A következő 9. vers. Testvéreim előtt jövevénnyé lettem, és idegenné anyám gyermekei előtt. Ezzel kapcsolatban gondoljunk arra, hogy Jézust saját népe, sőt, még saját családja is elutasította. Lásd Márk evangéliumának 3. részének 21. fejezete, János evangéliumi 7. részének 3-5. fejezete. A 10. verset János akkor idézi, amikor Jézus megtisztítja a templomot. Lásd János evangéliuma 2:10. A házadért való buzgóság felemésztett engem, és a te gyalázóid gyalázásai rám hullottak. Végezetül a 22. vers akkor teljesedett be, amikor Jézus a kereszten függött. Lásd Máté evangéliuma 24:34-48. Ezen felül ételembe epét adtak, és amikor szomjaztam, ecetet adtak innom.
Tudomásunk szerint Dáviddal ilyesmi sohasem történt. Azonban a benne lévő messiás szelleme egyes szám első szemében beszélt azokról a dolgokról, amelyeket majd Jézusnak kellett átélnia a kereszten. A Péter első levele 1.10.11-ben az apostol elmagyarázza, hogyan tudtak az ószövetségi proféták egyes szám első szemében szólni olyan dolgokról, amelyek nem velük történtek meg, hanem Jézus életében teljesedtek be. Így szól az igerész, erről az üdvösségről tudakozódtak, és ezután kutattak szorgalmasan a proféták, akik arról a kegyelemről profétáltak, amelynek el kellett jönnie hozzátok, és azt kutatták, hogy mikorra, vagy miféle időszakra jelezte mindezt előre Krisztus bennük lévő szelleme. Amikor előre tanúbizonságot tett Krisztus szenvedéséről és a dicsőségről, ami ezt követni fogja. Ezek után pedig nézzük meg a keresztrefeszítésnek a tényleges leírását a Máté evangélium a 27.35-ben, amely a 22. Zsoltárt, egy másik messiási Zsoltárt idézi, amely így hangzik. Megfeszítették, és szétosztották ruháit. Miután sorsot vetettek rájuk, hogy beteljesedjék, amit a proféták megmondtak. Ruháimat szétosztották maguk közt, és öltözetemre sorsot vetettek. Én csak ámulok és bámulok az evangélium szerzőinek visszafogottságán, akik képesek voltak csak ennyit mondani, megfeszítették. Nem részletezték számunkra sem a vért, sem a halálhörgést. Ha bármelyik modern szerzőt megkérnék, hogy fessen képet a keresztrefeszítésről, bizonyára oldalakat szentelne az ilyen részleteknek. Az Új Testamentum ezzel szemben a Szent Szellemre hagyja, hogy mindazzal kiegészítse a leírtakat, amit tudnunk szükséges. Képzeljük most egy pillanatra magunk elé a katonákat, amint javában osztozkodnak Jézus ruhái fölött. A legelfogadottabb vélekedés szerint egy férfi ruházata azokban az időkben 4 ruhadarabból állott. Mivel ebben a történetben 4 katona szerepel, mindnyájuknak jutott egy-egy darab. A varrástalan köntösre viszont sorsot vetettek, mert ez nagyon értékes darab volt. Láthatjuk, milyen hihetetlenül pontos a Szentírás. A végeredmény pedig Jézust megszégyenítették. Anyaszült mesztelenül köszömlire tették ki a kereszten. Hogyan viszonyultak ehhez azok a nők, akik Jézus követői voltak? Közülük csak 3 merészkedtek valamivel közelebb a kereszthez, az egyik az anyja volt, Mária. A másik, a nagynénje, szintén Mária, Klópász felesége. A harmadik pedig Mária Magdaléna, lásd János evangéliuma 19.25. A többiek megálltak a távolban. Véleményem szerint ez megint csak arra utal, hogy Jézust mesztelenül tárták a világ szemei elé. A keresztrefeszítésről megfestett csodálatos képek, amelyek csinos kis ágyékkötőben ábrázolják, kezén és lábán néhány csepp vérrel, fején pedig egy ügyesen odaillesztett tövis koronával, nagyon messze járnak attól, ami ott a kereszten valójában történt. Jézus tehát elszenvedte megszégyenülésünket, hogy mi megszabadulhassunk a szégyentől, és az ő dicsőségéből részesedhessünk. Hogyan kerülhet valaki szégyenbe? Sok oka lehet annak, hogy emberek szégyent élnek át. Az egyik ilyen ok a múltunkban nyúlik vissza. Az iskolában gyakran történnek olyan események, amelyek következtében egy diák így vagy úgy nevetségesé válik az egész osztály előtt.
A régi időkben a rosszakodó diák fejére a tanár megszégyenítésül papírcsákot tett, és beállította a sarokba. Természetesen nagyon fontos az osztályteremben fegyelmet tartani. Ez a fajta büntetési mód azonban rendkívül megszégyenítette a diákokat. Egy érzékenyebb alkatú gyerek könnyen egész életre szóló belső sérüléseket szenvedhetett el. A bennünk élő szégyen egy másik gyökere azokkal az emberek emlékekkel állhat kapcsolatban, amelyeket abból az időből hordozunk, mielőtt még megismertük volna az Urat. Szégyenteljes és megalázó emlékeinkből. Néha eltöprengek rajta, hogyan is lehettem képes olyan dolgokat megtenni, amiket időnként tettem. A mai időkben az emberek lelkében égő szégyennek talán a leggyakoribb oka az, ha gyermekkorukban szexuálisan molesztálják őket. Az amerikai statisztikák egyszerűen rémisztőek. A kutatások értelmében minden negyedik kislányt és minden ötödik kisfiút molesztálják 12 éves kora előtt. És aki azt hinné, hogy ilyesmi egy keresztény egyházon belül nem történhet meg, az nagyot téved. Amikor először kezdtem belelátni, hogy az egyház bizonyos ágazataiban milyen dolgok folynak a felszín alatt, alig éltem túl felfedezéseimet. Nem szeretnék negatív lenni, de el kell mondanom, hogy a szexuális visszaélések gyakoriak diakónusok, sőt, prédikátorok gyermekei körében is. Manapság tehát már az emberi élet egyetlen területe sem kivétel. Aki tanácsadásban szolgál, az bizonyára maga is találkozott már olyan emberekkel, akik a megszégyenülés sebeit hordozzák magukban. Közülük többnél ezek a sebek a gyermekkori szexuális molesztálásra vezethetőek vissza. De soha ne feledkezzünk meg róla, a kereszten Isten ezekről, az érzelmi sebekről is gondot viselt. Ezért szolgáltatta ki Jézust mezítelenül mindenki tekintetének. De az is lehet, hogy te, aki ezt a könyvet olvasod, ugyancsak a szégyen sebeit hordozod magadban. Ha így áll a helyzet, engedd meg a Szent Szellemnek, hogy kezelésbe vegyen. Ő annyira kedves, annyira gyöngéd, annyira tapintatos, és mégis annyira igazságos. Ne menekülj el a kérdés elől. Tartsd szemed előtt a jó hírt, a kereszten Jézus elviselt minden szégyent, ami valaha bármelyikünkkel megtörténhetett. Az egészet magára vette, levette rólunk, félretette az útból. Jobb könyvében két részlet is arra bíztat, hogy emeljük fel arcunkat Isten felé. Az első a 11. fejezet 14. és 15. verse, amely így hangzik: ha gonoszság volna kezedben, és jó távolra helyeznéd, akkor bizonyára fölemelhetnéd arcodat szeplő nélkül. Igen, rendületlen lennél, és nem félnél. Egy másik dolgot is megfigyeltem a szégyennel küszködő embereknél, mégpedig azt, hogy imában nagyon ritkán emelik fel az arcukat Isten felé. Rendszerint úgy imádkoznak, hogy közben a földet bámulják. Vajon miért? Az ok a szégyen. A szégyen egyik legfeltűnőbb ismertető jegye tehát, hogy az illető vonakodik szembenézni, mind Istennel, mind emberrel. A Jób 22. fejezet 26-os verse ellenben azt írja le, mi történik azzal a személlyel, aki sikeresen megszabadult a szégyentől. Akkor gyönyörűségedet fogod lelni a mindenhatóban, és arcodat felemeled Istenhez. Ezt te is átélheted. Valljuk meg ezt a cserét. Hogyan lehet tehát meggyógyulni a szégyen sebeiből? A válasz: hit által. Rendkívül egyszerű tehát.
Meg kell köszönnünk Jézusnak, hogy elhordozta a szégyenünket, azért, hogy mi megszabadulhassunk tőle. A hálaadás a hit legegyszerűbb kifejezése. Úgyhogy most rögtön zárkózz be néhány pillanatra Istennel, és így imádkozz. Istenem, ha az életemben és a szívemben jelen van a félelem, amely visszatart attól, hogy arcomat felét fordítsam, én szeretnék ettől megszabadulni, hogy ne kelljen többé szégyellnem magamat. Hiszem, hogy Jézus elhordozta szégyenemet, hogy én az ő dicsőségéből részesedhessem. Ha ezt elmondtad, ezután hagyd, hogy Isten jelenléte megnyugodjon rajtad, és kiszabadítson a szégyen kötelékéből. Majd emeld fel az arcodat Isten felé, és köszönd meg neki, hogy lehetővé tette számodra, hogy osztasz Krisztus dicsőségében. A Péter első levelének első fejezete 10-11-ben az apostol leírja ennek a cserének a végeredményét. Az ószövetségi profétákkal kapcsolatosan a következőket mondja. Erről az üdvösségről tudakozódtak, és ezután kutattak szorgalmasan a proféták, akik arról a kegyelemről profétáltak, amelynek el kellett jönnie hozzátok, és azt kutatták, hogy mikorra vagy miféle időszakra jelezte mindezt előre Krisztus bennük lévő szelleme, amikor előre tanúbizonságot tett Krisztus szenvedéséről és a dicsőségről, ami azt követni fogja. Tehát egyszer is mindenkorra ragadjuk meg ezt a tényt, Jézus elszenvedte szégyenünket, hogy mi az ő dicsőségében osztozhassunk. Ez Isten gondviselésének megnyilvánulása, és kihat mind a mostani életünkre, mind a következőre. Elfogadottság az elutasítottságért cserébe. Az előző fejezetben azzal az érzelmi sérüléssel foglalkoztunk, amelyet szégyennek nevezünk. Láttuk, hogy Jézus elszenvedte szégyenünket, hogy cserébe mi a dicsőségéből részesülhessünk. Ebben a fejezetben viszont az elvetettséggel fogunk foglalkozni. Vajon mi az elutasítottság ellentéte? Nyilván az elfogadottság. Már is előttünk van tehát a csere. Jézus elszenvedte elvetettségünket, hogy miénk lehessen az ő elfogadottsága. Be kell vallanom, hogy az elvetettség olyan kérdés, amellyel személyesen soha nem volt gondom. Sőt, sokkal inkább az ellenkező nézőpontból szemléltem mindig is az életet. Valahogy mindig az volt a hozzáállásom, amelyről nem állítom, hogy feltétlenül ez a jó, hogy ha nem tetszem neked, az a te bajod. Úgyhogy kívülállóként tanultam meg jó néhány dolgot az elutasítottsággal kapcsolatban. Meg kell mondanom, hogy eléggé nagy meglepetésemre. Eleinte igazán el sem akartam hinni, hogy ezek az emberek mi mindenem mennek át. Ahogy azonban egyre több elvetettséggel küzdő ember fölé szolgáltam, Isten sok mindenre megtanított ezen a területen, míg végül különleges együttérzést és megértést alakított ki bennem feléjük. Az elvetettséget úgy is leírhatnánk, mint olyan érzést, hogy az embert nem akarják, illetve nem szeretik. Számomra mégis ez a legtalálóbb megfogalmazás. Az ember mindig kívül van, és kívülről néz befelé. Másoknak sikerült bejutniuk, neked pedig valahogy sohasem. Korán sem értek mindenben egyet Teréz anya teológiájával, azt a diagnózist azonban alá tudom írni, amelyet, mint az emberiség legnagyobb problémáját megfogalmazott. A legrosszabb betegség az, amikor az embert nem szeretik. János,
Az első levelében, a 4.19-ben ezt írja. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Milyen egyszerű és milyen mély igazság. Nem tudjuk szeretni Istent, amíg az ő szeretete fel nem ébreszti a szeretetet a szívünkben. Ugyanez érvényes valamiképpen az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló szeretetre is. Alig ha vagyunk képesek igazán szeretni mindaddig, amíg valakinek, másnak a szeretete föl nem ébreszti a szeretetet bennünk. Annak, akit még soha nem szerettek, fogalma sincs arról, hogyan kell szeretni. Az a rengeteg ember, aki az elvetettségtől szenved, nagyon szeretne szeretni, de nem képes rá, mert a szeretetet még soha senki nem ébresztette fel benne. Az elvetettség okai. Meggyőződésem szerint modern társadalmaink legelterjedtebb érzelmi sebe az elvetettség. Ennek számtalan oka van. A legfontosabb talán mégis a családi kapcsolatok szétesése. Minden csecsemő azzal a mindenek fölötti szükséggel jön világra, hogy szeressen és szeressék. A kisbabáknak szükségük van arra, hogy szüleik magukhoz öleljék, és karjukban tartsák őket, mert így szinte ösztönösen megtanulják, hogy a felnőttek örömüket lelik bennük. Egy pusztán elméleti szeretet nem volna képes betölteni egy kisgyermek szükségét. Szeretetünket aktívan ki kell fejeznünk feléjük. Abban is hiszek továbbá, és mostanában a pszichológusok is egyre inkább erre a következtetésre jutnak, hogy minden gyermek életében, különösen az apai szeretet olyan, hogy semmi más nem helyettesítheti. Ezzel semmiképpen nem kívánom az anyai szeretetet kisebbíteni, hiszen az a maga nemében egyedülálló. Ugyanakkor egy kisgyermek igazán az apja karjában találja meg a biztonságet. Amikor egy pici babát az apja szorít magához, a kicsi mintha csak ezt mondaná. Történjék körülöttem bármi, én biztonságban vagyok ezek között az erős karok között, amelyek megtartanak és szeretnek. Manapság azonban, amikor a családi kapcsolatok nagyon gyakran csődöt mondanak, sok kisgyermek nem kapja meg ezt a szeretetteljes elfogadást az apjától. Az is előfordulhat, hogy a probléma még a születés előtti elvetettségre vezethető vissza. Több évtizedes szolgálatom során nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akiknek az elvetettség szellemétől kellett szabadulniuk, és az gyakran még az anyjuk méhében ment beléjük. Vegyünk például egy olyan anyukát, akinek épp elég gondot okoz 4 gyermekének ellátása. Egy nap aztán felfedezi, hogy ismét teherbe esett. Megtörténhet, hogy nem fogadja kitörő örömmel ezt a váratlan fejleményt. Úgy érzi, nincs se ideje, se pénze, se más erőforrása ennek a gyermeknek a fölneveléséhez. Könnyen ezt gondolhatja, vagy akár ki is mondhatja. Ó, hát ez a terhesség nem hiányzott. De jó lenne, ha ez a gyermek nem születne meg. Azonban akár kimondja hangosan, akár csak gondolja, az a parányi személy odabent, és soha ne tévesszük szem elől, hogy szeméről van szó, úgy is tudja, hogy nem örülnek neki. Az ilyen csecsemő már eleve az elvetettség szellemével születik meg. Sok évvel ezelőtt a démonoktól való szabadulás szolgálatában elkezdtem felfigyelni arra, hogy az amerikaiak egy bizonyos korosztályának feltűnően gyakran volt szüksége elvetettségtől való szabadulásra. Elkezdtem utána járni, mi lehet a dolog hátterében, és rájöttem, hogy nagyjából az 1929-30-as években és az azt követő 1-2 évben születettekről van szó. Brit származású lévén eleinte nem tudtam mihez kötni ezt az 1929-es dátumot. De a legtöbb amerikainak ellenben az 1929-es év hallatán rögtön az jut eszébe. Ja, a nagy gazdasági válság. Így lassan kezdett összeállni bennem a kép,
Mi mehetett végbe annak a sok, még meg nem született gyermeknek a szívében azokban az időkben? Az elvetettség egy másik fő oka, a házasságok szétesése lehet. A statisztikákból kiderül, hogy a mai házasságok 50%-a válásba torkollik, és ez rendszerint mindkét félben sebeket hagy. Egyes nők úgy képzelik, hogy csupán ők a szenvedő fél, de ez nem igaz. Egy férfi épp oly mélyen át tudja érezni az elutasítottságot. Az Ézsaiás 54:6 elsősorban Sionnak szól, de épp úgy alkalmazható minden elutasított feleségre, sőt azon túl is mindenkire, akinek a személyét valamilyen módon elutasították. Amely így szól, az Úr visszahív téged, mint a csak egy elhagyott és elgyötört szellemi feleség volnál. Egy feleség, akit fiatalon elvettek, hogy aztán elutasítsák, mondja Istened. Ki lehetne képes megszámlálni azt a sok-sok embert világszerte, aki házassága felbomlása miatt elutasítottnak érzi magát? Képzeljük csak el azt a nőt, aki mindenét odaadta a férjének, azzal az eltökélt szándékkal, hogy sikeres házasságban akar élni. A férfi pedig egy szép napon veszi a kalapját, és lelép egy másik nővel. Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehetek képes felfogni, mi mindenen mehet át egy ilyen asszony. Nem tudom magamat a helyébe képzelni, és nem tudom átérezni, amit ő érez. Annál csodálatosabb viszont, hogy Isten igen. Az elvetettség további okai között fontos szerepet tölt be a külső megjelenés is. Mostanság a legtöbb fiatal hölgy úgy érzi, hogy karcsúnak kell lennie ahhoz, hogy elfogadják, ami egyébként nevetséges képtelenség. Mégis sok lánynak már annyi is elég, hogy egy árnyalattal molettebb vagy zárkozottabb természetű, mint az osztálytársai, vagy nem a legmenőbb ruhákat hordja, és ettől már is elvetettnek érzi magát. Egy fiúnak meg néha már az is elég, hogy az elképzeltnél egy kicsit alacsonyabb, vagy lassúbb, vagy nem annyira jó a sportban. Nem sok kell tehát ahhoz, hogy egy ember elutasítva érezze magát. Ez a probléma tehát viszonylag könnyen beazonosítható. És talán sokan azonosulni is tudunk vele. Térjünk át rá a megoldásra. Ezt is egyedül Jézusnál találjuk meg, aki a kereszten totális elutasítottságot szenvedett el. Jézus elutasítottsága a kereszten. Az Ézsaiás 53 már 700 évvel azelőtt lenyűgöző profétikus képet festett a keresztről, mielőtt erre az eseményre ténylegesen sor került volna. Ahogy ír, az emberek megvetik és elutasítják, fájdalmak férfia és betegség ismerőse. Mi pedig elrejtettük arcunkat előle, megvetett volt, és mi nem becsültük meg. Megtudjuk tehát, hogy a szenvedő szolgát az emberek elutasították. János ezt írja róla. A sajátjaihoz jött, és a sajátjai nem fogadták el. A János evangéliuma 1:11-ben. Valóban, saját fivérei, gyermekei is elutasították. Ennek lehetünk tanúi a 69. Zsoltárban is, amely messiási Zsoltárt az előző fejezetben már vizsgáltunk. Amely így hangzik, testvéreim előtt jövevényé lettem, és idegenné anyám gyermekei előtt. Érdemes felfigyelni arra, hogy ez a kijelentés anyám gyermekeiről beszél, nem pedig apám gyermekeiről. Több messiással kapcsolatos profécia tesz említést a messiás anyjáról, az apjáról azonban egyik sem. Ennek az az oka, hogy a messiás megfogantatása és megszületése teljesen egyedülálló módon történt. Mindnyájan, akiknek valaha is szembe kellett néznünk hasonló elutasítottsággal, észrevehetjük, hogy mindezt maga Jézus is átélte. Saját családjában, sőt, saját népénél elutasításra talált. Csupán egy három nő alkotta
Kis csoport tartott ki mellette mindvégig. Ezzel azonban még mindig nem volt vége. Ha valakit emberek utasítanak el, az is nagyon fájdalmas. De amikor Jézust saját mennyei atya is elutasította, az az elvetettség csúcspontját jelentette. A Máté evangéliuma 27. fejezet 45-47. Részei a következőképpen ábrázolják Jézus kereszt halálának utolsó mozzanatait. A 6. órától kezdve a 9. óráig sötétség borította be az egész földet. És a 9. óra tájékán Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabachthani, azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mikor egyesek az ott állók közül ezt meghallották, így szóltak: ez az ember illést hívja. Mivel nem értették a nyelvet, azt gondolták, hogy az Éli illés neve lehet. A Máté evangéliuma 27.48 ezt írja: egyikük azonnal elfutott, és vett egy szivacsot, megtöltötte savanyú borral, rátette egy nátszára, és odaadta neki, hogy igyon. Ekkor a kereszten függő Jézusnak már másodszor kínáltak valami innivalót. A Márk evangéliuma 15.23 jegyzi fel, hogy olyan borral kínálták meg, amelyben mirhát kevertek. Ő azonban nem fogadta el. A mirhának fájdalomcsillapító hatása volt, amely bizonyos mértékig enyhítette volna szenvedéseit. Ő azonban nyilván eltökélte szívében, hogy szenvedéseivel mindenféle könnyebbítés nélkül kíván szembenézni. Végül utolsó pillanataiban savanyú borral, azaz ecettel kínálták, amelynek nagyon rossz, keserű íze van. Talán az volt a szándékuk ezzel, hogy így ne veszítse el az eszméletét. Amikor ezt, a savanyú bort elfogadta, Jézus szimbolikus értelemben fenékig kiitta az elvetettség keserű poharát. Soha ember olyan totális elutasításban nem részesült, mint amit Jézusnak kellett átélnie a kereszten. A Máté evangéliuma 27.49-50 ezt írja: a többiek azt mondták: hagyjátok békén, lássuk, vajon eljön-e illés, hogy megmentse. Jézus pedig, miután még egyszer hangosan kiáltott, kiadta a szellemét. Az egész univerzum történetében először az Isten fiának imájára nem jött válasz az atyától. De miért? Azért, mert, ahogy az 5. fejezetben is láttuk, Krisztus bűnnél lett a mi bűnösségünkkel, Isten pedig úgy viszonyult hozzá, ahogyan ő a bűnnel bánik. Kénytelen volt elutasítani. Semmiképpen nem fogadhatta el, így a fiú végeredményben nem is a keresztre feszítésbe, hanem a megtört szívébe halt bele. Hogyan halt meg Jézus? Ahogy már mondtuk, az Új Testamentum semmit nem árul el arról, mi ment végbe a keresztre feszítéskor Jézus belsejében. Az Új Testamentum viszont annál többet. Vegyük elő hát ismét a 69. Zsoltárt, a 21-es, 22-es versszakokat, melyek így szólnak: gyalázat törte meg szívemet, és tele vagyok bánattal. Kerestem valakit, aki megszánna, de nem volt senki. Kerestem vigasztalókat, de senkit nem találtam. Még az ételembe is epét adtak, és szomjúságomban ecetet adtak innom. Tehát a keresztre feszítés normális esetben nem okozott különösebben gyors halált. Ez a tény az Új Testamentum szövegéből is kidomborodik a Márk evangéliuma 15.43-45-ben, amely így szól: arimatiai József, a tanács prominens tagja, aki maga is várta Isten országát, eljött és bátorságot vett, hogy bemenjen Pilátushoz és elkérje Jézus testét. Pilátus elámult, hogy már is halott, és magához hivatván a századost megkérdezte tőle, hogy tényleg halott-e már.
és amikor megtudta a századostól, átadta a testet Józsefnek. Tehát ezek szerint normál körülmények között Jézusnak nem lett volna szabad ilyen gyorsan meghalnia. A vele együtt megfeszített két tolvajt a katonáknak kellett a halálba átsegíteniük. Ezért aztán a 69. Zsoltár szövege és az Új Testamentum feljegyzései alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy Jézus voltaképpen nem is a keresztre feszítésbe halt bele, bár idővel az is végzett volna vele, hanem a megtört szíve vitte el. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt meglássuk. És vajon mi törte össze a szívét? Nem más, mint hogy mennyi atya elutasította. Az abszolút elvetettséget kellett átélnie. Erre pedig azért volt hajlandó, hogy mi elnyerhessük az ő elfogadottságát. Térjünk vissza a Máté evangélium a 27:50-51-hez, amely így szól, Jézus, miután újra hangosan kiáltott, kiadta a szellemét, és íme a templom kárpitja ketté szakadt a tetejétől az aljáig. A templom kárpitja tehát, amelynek az volt a szerepe, hogy a Szent Istent a bűnös embertől elválaszza, ketté hasadt, kijelentve ezzel, hogy megnyertük az elfogadottságot. Azért hasadt széllyel, fentről lefelé, a tetejétől az aljáig, hogy soha senkinek eszébe ne juthasson emberi beavatkozásra gyanakodni. Maga Isten hasította ketté. Ez a ketté hasadt kárpit tehát nem más, mint a mennyei atya invitálása minden Jézusban hívő személy felé. Gyertek be, jó, hogy itt vagytok. A fiam elszenvedte elutasítottságotokat, hogy felajánlhassam nektek elfogadásomat. Ahogy az Efézusiakhoz írt levél 1:3-4 írja, áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken Krisztusban, ahogy ki is választott minket ő benne a világ megalapozása előtt. Észre kell tehát vennünk, hogy ez a végleges döntés nem a mi hatalmunkban állt, hanem Isten határozott így. Senki ne képzelje, hogy azért menekült meg, mert ő maga úgy döntött. Azért menekültünk meg, mert Isten így határozott. Mi pedig megfelelőképpen reagáltunk döntésére. Mi esetleg még meggondolhatjuk magunkat, Isten azonban soha. Hogy szentek legyünk és hibátlanok előtt a szeretetben. Micsoda hatalmas gondolat. Ha nem maga Isten határozott volna így, soha nem hihetnénk abba, hogy szent és hibátlan lehetek ő előtt a szeretetben. De az a jó, hogy tudjuk, ő döntött így, és nem mi. Ahogy manapság többen az evangéliumot az emberek elé tárják, abban a jelentős hangsúly eltolódások figyelhetőek meg, olyan irányban, mintha minden attól függene, hogy mi mit lépünk. Teljes mértékben igaz természetesen, hogy döntés elé vagyunk állítva, ezt a döntést azonban soha nem hozhattuk volna meg, ha először nem Isten választott volna ki bennünket. Azt lehet tapasztalni, hogy a hívők jóval nagyobb biztonságot élnek át a keresztény életükben, ha az Istennel való kapcsolatukat nem arra alapozzák, amit ők maguk tesznek, hanem arra, amit Isten elvégzett. Isten ugyanis összehasonlíthatatlanul megbízhatóbb nálunk. Ahogy az Efezusiakhoz írt levél, első fejezet 5-6 írja, eleve elrendelvén rólunk, hogy Jézus Krisztus által a maga fiaival fogad bennünket, akaratának jó tetszése szerint, kegyelme dicsőségének dicséretére, amely által elfogadottakká tett bennünket a szeretetben. Elfogadottság a szeretetben. Mi is lehetne ez más, mint a totális elfogadottság? Modern nyelvek nem is fejezik ki pontosan, mit is jelent elfogadottnak lenni. Az efezoszi levélben szereplő görög szó, a karitó pontosan azt jelenti, kegyelté, kegyelembe fogadotta, vagy nagyon kedvezményezetté tenni. Ugyanezzel a szóval van az is kifejezve, amikor Gábriel arkangyal megszólítja a szűz Máriát. A Lukács evangélium 1:28 szerint, amely így hangzik,
örülj, kegyelembe fogadott. Kegyelembe fogadottnak lenni jóval többet jelent pusztán elfogadottságnál. Véssük az eszünkbe. Istennek nincsenek másodrangú gyermekei. Az összes gyermekére egyaránt vonatkozik, hogy nem csupán örömmel fogadottak, hanem Jézus Krisztuson keresztül kiemelkedően kedvezményezettek. Ki tervezte ezt így el? Isten maga. Tehát fogadd el, amit Jézus tett. Sok évvel ezelőtt egy parányi epizód rendkívül mértékben megelevenítette ezt az igazságot számomra. Éppen egy hatalmas sátoros összejövetelen kellett prédikálnom, és az a veszély fenyegetett, hogy el fogok késni. Ahogy a sátrak közt siettem az összejövetel helyszínére, belerohantam egy hölgybe, helyesebben ő rohant belém. Amint az ütközést követően épp rendeztük sorainkat, a hölgy így szólított meg. Ó, kedves princ testvér, én azért imádkoztam, hogyha Isten akarata az, hogy beszéljek önnel, akkor találkozzunk. Nos, hát találkoztunk, válaszoltam. De maximum csak 2 percem van, különben lekésem a szolgálatomat. Az első perc azzal telt, hogy elkezdte felsorolni nekem minden búját és baját. Nekem azonban muszáj volt félbeszakítanom. Sajnálom, nincs több időm, mondtam. Mondja el velem ezt az imát. Nem magyaráztam el neki előre, miért szándékozom imádkozni, és voltak éppen az állapotát sem diagnosztizáltam. Egyszerűen csak bevezettem egy imába, amely valahogy így hangzott. Ó, Istenem, köszönöm neked, hogy te tényleg szeretsz engem, és hogy tényleg a gyermeked vagyok, és hogy te tényleg az apám vagy, és hogy én a világ mindenség legjobb családjához tartozom. Nem vagyok nem kívánt, nem vagyok elvetett. Elfogadott vagyok, te szeretsz engem, én pedig szeretlek téged. Köszönöm, Istenem. Ezzel el is köszöntünk egymástól. Nekem a prédikációmra kellett koncentrálnom, és azonnal el is felejtkeztem az esetről. Egy hónappal később azonban levelet kaptam ettől a hölgytől. Miután felidézte számomra, hol és milyen körülmények között találkoztunk, hogy biztosan eszembe jusson, kiről is lehet szó, valami ilyesmit hozott a tudomásomra. Idézett a levélből. Az az ima, amelyet önnel együtt elmondtam, teljesen megváltoztatta az életemet. Azóta más ember vagyok. Vajon mi történt? Ez a hölgy átlépett az elvetettségből az elfogadottságba, nem azáltal, hogy bármit is tett, és nem is azáltal, hogy elszántabban, odaszántabban próbálkozott, vagy megjavult, vagy akár többet imádkozott volna. Egyszerűen csak azáltal megszabadult az elvetettségből, hogy elfogadta, amit Jézus megtett érte a kereszten. Vegyük át ezt a cserét. Egy elvetettséggel küzdő embernek annál rosszabbat nem is lehetne mondani, mint hogy tegyen még többet és próbálkozzon még elszántabban. Ezek az emberek soha nem hiszik el, hogy már eleget tettek, akármeddig is fokozzák teljesítményüket. Van azonban egy csodálatos tény. Isten szeret bennünket. Isten téged is személyesen szeret. És persze engem is, bármilyen hihetetlenül hangozzék is. Krisztusban mi mindnyájan az ő gyermekei vagyunk. A világ mindenség legjobb családjának tagjai. Abszolút semmi okunk sincs a szégyenkezésre. Nem vagyunk másodosztályú, nem kívánt áru. Elfogadottak vagyunk. Ha magadévá akarod tenni ezt a bámulatos cserét, vard meg a következő igazságot. Jézus elszenvedte az én elvetettségemet, hogy én elnyerhessem az ő elfogadottságát. Ha pedig tényleg hiszel ebben, folytasd. Köszönöm, atyám, hogy tényleg szeretsz, és hogy az egyetlen fiadat odaadtad értem. Te vagy az én apám, a menny az én otthonom. Én a világ mindenség legjobb családjának tagja vagyok. Biztonságban érzem magamat, a te feltétel nélküli szeretetedben és törődésedben. Köszönöm, Uram. Amen.